A rendezvényt Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke nyitotta meg. Az esemény fő előadója dr. Nagy István agrárminiszter volt, aki a fordulat előtt Európa Agrárgazdasága címmel tartott egy rendkívül tanulságos beszédet. Részt vett továbbá és köszöntött mondott Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat dr. Nagy István miniszter úr, agrárminiszter úr. Sok szeretettel köszöntjük itt Dombóváron. Öröm az, hogy együtt lehetünk és első kézből kaphatunk híreket az agráriumot érintő pályázatokról, illetve lehetőségről, egy bemutatva egy kicsit a közelebbi hónapoknak az eseményeit, teendőit. Elnök asszonynak is köszönöm, hogy megszervezte kollégáival ezt a találkozót. Természetesen Szilárdnak megköszönöm, hogy itt lehetünk a művelődési házban, és Dombóváron szervezhetjük meg erre a választókerületre eső fórumot. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere szintén üdvözölte a teltházas szakmai fórum résztvevőit beszédével. Tiszteltek, köszöntöm miniszter urat, államtitkár urat, elnök asszonyt, és nyilván a megjelent vendégeket. Azt mondom, hogy Dombóváron nagyon nagy hagyománya van, és a környéken a mezőgazdaságnak, hiszen kiváló állami hagyhatságok működtek már itt a múltban is. Jó magam is, ha az agrárium finanszírozásában dolgozhattam 2019-ig több mint 20 évet, és nagyon sok ismerős arcot látok ma is itt a sorokban. A Dombóvári Művelődési Házban arról szólt az este, hogy milyen megoldásokat tud kínálni a magyar kormány a gazdáknak, és tájékoztatást kaptak az összesen 64 pályázati lehetőségről, illetve ütemezésről. Most első körben azokat a pályázatokat írtuk ki, február-március, amelyek az erdőtelepítésekkel, a több évre áthúzódó zöld kötelezettségvállalásokkal járnak együtt, most pedig a 200 milliárdos élelmiszeripari fejlesztési csomag jelenik meg. Ebbe is ketté osztva, mert mindig figyelni kell arra, hogy kisebb és nagyobb termelők vannak. A kis kézműves termelők számára egy 50 milliárdos csomag áll rendelkezésre, a nagy komplex beruházásokhoz pedig egy 150 milliárdos alap. Mindenki pályázhat a maga színvonalára, az alma az almával versenyez, a körte a körtével. A magyar kormány a nyugati kormányokkal ellentétben 2023-ban érzékelve a nehézségeket, rekordösszegben támogatta a magyar gazdákat. A legnagyobb mennyiségű kifizetést hajtotta végre az agrártámogatásokban. Rekordösszegű 1400 milliárd forintot meghaladó támogatás kifizetés történt. Döntés született arról, amely agrártörténeti jelentőségű, hogy az Európai Uniós forrásokat 80%-os nemzeti társfinanszírozással egészíti ki, ami a maximális, semmelyik más ország nem teszi ezt az Európai Unióban. Ez azt jelenti például, hogy megháromszorozódik a rendelkezésre álló forrás, hogy ami 2027-ig még rendelkezésre áll, 2900 milliárd forintunk van, ebből 600 milliárd az Európai Uniós és 2300 a hazai nemzeti költségvetésből tevődik össze. Figyelembe kell vennünk a klímaváltozást is, amely szintén meghatározó és alkalmazkodni szükséges. Mi legyen a válasz? A GMO vagy a hagyományos genetikai potenciálunk, amik megvan a Kárpát-medencében. És a magyar mezőgazdaság és a magyar kormányzat úgy döntött, hogy mi a GMO-mentes irányt választjuk, mert ez biztonságot jelent, és semmilyen kockázatot nem hordoz magában. És olyan széles repertoárunk van a genetikai sokszínűségből, hogy meg tudjuk találni azokat a válaszokat az éghajlatváltozásra, ami szükséges. Megfelelő genetikai potenciál a vetőmagban, megváltozott talajművelési feladatok, hiszen alkalmazkodnunk kell ehhez, precízus gépek, berendezések, olyan öntözési infrastruktúra, amely víztakarékosan meg tudja oldani a szükséges víz biztonságos ellátását, és aztán egy precíziós betakarítás, feldolgozás, hogy ne legyen értékesítési kényszer. Mert ha kombájn alól kell eladni bármilyen terméket, az mindig kényszer és mindig alacsonyabb ár. Ha tudunk megfelelően tárolni, szárítani, feldolgozni, akkor az mindig piaci előnyhöz jut. És még egy dolog van, amit nagyon figyelembe kell vennünk a elkövetkező időbe is. Ösztönözzük is a gazdatársadalmat erre. Önmagunkban, akármekkora mérete is rendelkezünk, kicsik vagyunk.
muszáj termelői együttműködéseket létrehozni, mert akkor mind az input anyag beszerzésnél tudunk előnyhöz jutni, mind az értékesítésnél tudunk felárat elérni. Önmagunkban nem. És hogyha mindegyiknél, a beszerzésnél csak 10%-at tudunk olcsóbban venni, netán 10%-at tudunk többért eladni, mert közösségbe csináljuk, az már 20%-os előny, és az már egy nagyon-nagyon megfontolandó irány. Ezekről is szeretnénk szót váltani a gazdatársadalomban. A szakmai fórum legfontosabb üzenete: elengedhetetlen a változásra való képesség, a minőségi termékek előállítása, a réspiacok megtalálása és az integráció fontossága.